Szevasztok, Peti vagyok, és az AVA Group média csatornát nézitek. Ma egy olyan témával jövünk, mely a Németországban élő magyarok életét fogja segíteni. Méghozzá arról beszélünk, hogy miként tudjátok használni jogosítványotokat és magyar rendszámos személygépjárműveteket Németországban, illetve miként nem szabad azt használni. De erre mindjárt kitérünk. Ha érdekel a téma, maradjatok velünk, iratkozzatok föl. Mindjárt kezdünk! Az első témánk az a jogosítvány. Mit kell tennetek, hogyha magyarországi jogosítvánnyal költöztök Németországba, és itt éltek életvitelszerűen? Mivel Magyarország az Európai Unió tagja, ezért a magyar jogosítványotokat nem vagytok kötelesek átiratni német jogosítványra. EU-n kívüli állampolgárok viszont kötelesek 6 hónapon belül átiratni a jogosítványikat németországi jogosítványra. Abban az esetben, mikor a ti magyarországi jogosítványotok lejárt, akkor igényelhetitek a németországi hatóságtól, hogy állítsanak ki számotokra egy németországi jogosítványt, és ennek a költsége nagyjából 35 vagy 50 euró, attól függ, hogy milyen Landkreisban laktok. Itt az én javaslatom az, hogy ha Landkreis fővárosba mentek jogosítványt intézni, akkor sokkal könnyebben fogjátok és sokkal hamarabb fogjátok megkapni a jogosítványt. Nálunk például úgy volt, hogy mi Landkreis Ansbachban lakunk, de Rothenburg városban. Az én jogosítványomat Ansbachban intéztem a főhivatalban, és megjött néhány hét alatt, míg a feleségem bement itt Rothenburgban, és mivel a rothenburgi ügyintézők nem küldték el időben a papírokat Ansbachba, ezért gyakorlatilag hónapokat várt, mire megkapta az új jogosítványát. Ilyenkor kaptok egy DIN A4-es lapot, amivel vezethettek Németországon belül. Tehát amint leadjátok a kis lemez jogosítványotokat, amit le kell adni az igényléskor, onnantól az A4-es papírlappal csak Németországon belül vagytok felhatalmazva, hogy autót vezethessetek. Tehát egy olyan időszakot kell kiválasztani, amikor nem akartok haza Magyarországra vagy külföldre utazni. Akit a téma természetesen mélyebben érdekel, az fölmehet erre a honlapra, a linket majd beteszem a videó alá, és itt látható, hogy az első bekezdésben ugye a 45-ös cikkeire hivatkozik, a Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Unión 45. cikkeiben van az lefektetve, hogy nektek nem kötelező jogosítványt cserélnetek. Mi történik akkor, hogyha nem EU-s állampolgárok lennétek, akkor 6 hónapon belül kötelesek vagytok lecserélni a jogosítványotokat, és akkor, hogyha megállít a rendőr, és 6 hónapon túl Németországban éltek, és nincsen lecserélve a jogosítványotok, akkor viszont a rendőr azonnal elveszi a jogosítványotokat, nem mehettek tovább, nem mozgathatjátok a gépjárműveteket, ott ragadtok, ahol vagytok, úgyhogy nem érdemes velük packázni. A következő pedig a magyarországi rendszámmal rendelkező gépjármű használata Németországban. Alapvetően a rendőr sem ismeri a jogszabályt egészen pontosan, sajnos sokszor hallottam ebből vitát, ezért nem árt, hogyha teljesen jól föl vagytok készülve a témából. A rendőr, mikor beleköt abba, hogy miért jársz Németországon belül magyar rendszámos gépjárművel, akkor ő abból indul ki, hogy a gépjármű adót nem fizetted meg, tehát adócsalást követsz el. A gépjármű adót köteles vagy 12 hónapon belül megfizetni Németországban. Bonyolult, jól figyeljetek! Tehát amennyiben letelepedtek Németországba, és a gépjárművel folyamatosan munkából haza, otthonról munkába jártok Németországon belül, akkor a rendőr ugye úgy fogja vélni, hogy ti életvitelszerűen éltek Németországban, és ez adócsalásnak minősül. Mit tudtok ez ellen tenni? Egyrészt át tudjátok iratni a gépjárművet németországi rendszámra, erről is mindjárt részleteiben fogok beszélni, illetve hogyha megállít a rendőr, és azt mondjátok, hogy ti nem éltek életvitelszerűen Németországba, akkor elkezdhettek egy hosszas pereskedést a német állammal, illetve a finanzámttal, és vagy megnyeritek, vagy nem. Igazából mit fog nézni a pereskedés alatt a finanszámtot, hogy mikor kerültél ki Németországba, tehát mikor utaztál be, és milyen hosszú a te munkaszerződésed. Ugye, hogyha turista vagy, akkor erről nem beszélünk, tehát ottan nincsen semmi, arról beszélünk, hogy Németországban dolgozol, és munkába jársz a gépjárművel. Tehát milyen hosszú a munkaszerződésed? Hogyha 12 hónapnál hosszabb kötött idejű vagy kötetlen idejű munkaszerződésed van, akkor a német joggal feltételezheti, hogy te már az elejétől fogva tudtad, hogy 12 hónapnál többet fogsz tölteni Németországba, és bizony keményen meg fog büntetni az adócsalás miatt. Ha kötött időtartalmú munkaszerződésed van, akkor abban az esetben van esélyed nekiállni pereskedni, de ugye meg fogják nézni azt, hogy volt-e előtte munkaszerződésed, még egyszer például mióta vagy bejelentve. Mondok egy példát, te már kinn élsz Németországban 1 éve, de csak 6 hónapja dolgozol és 9 hónapos a munkaszerződésed, akkor is a rendőrnek lesz igaza, mert 6 hónappal ezelőtt te már tudtad, hogy át fogod lépni a 12 hónap Németországban tartózkodást, tehát adót csaltál. Meg tudom mutatni élőbe, ennek a honlapnak a linkjét is meg fogjátok találni a videó leírása alatt, tehát ez a németországi vámhivatalnak az oldala, és itt az elején írja, hogy a gépjármű adó törvény 3. paragrafusának 12. és 13. bekezdése alapján vagytok kötelesek 12 hónap feltételezett tartózkodás, szándékos, előre megbecsülhető németországi tartózkodás esetén kötelesek vagytok megfizetni a németországi gépjárműadót, tehát a Kraftfahrzeugsteuert. És akkor itt van egy második honlap, ezt is be fogom linkelni a videó alá, ahol gyakorlatilag ennek a Kraftfahrzeugsteuergesetznek a 3. paragrafusát találhatjátok meg betűről betűre, és ugye a 12-es és 13-as paragrafusra hivatkozik, amiben leírja azt, tehát itt a 13. pontban írja azt, hogy az 1 évet meghaladó tartózkodás esetén kötelesek vagytok megfizetni a Kraftfahrzeugsteuert. Alapvetően meg lehetne kérni magyarországi rendszámmal rendelkező gépjárműre a gépjármű adó megfizetését. Ez működik. Ellenben van nekünk egy második törvényünk, mégpedig a Fársói Szulászungszfer Ordnung, ami gyakorlatilag a gépjármű átiratási rendelkezés, annak is a 4. bekezdése. Itt láthatjátok a linket, megint csak megtaláljátok a videó alatt. A 4. bekezdés a 20-tól 21-es pontig írja is, hogy amennyiben, igen, itt van, amennyiben nem rendszeres fenntartózkodási helyetekkel rendelkeztek itt Németországban. Gyakorlatilag ez a bekezdés arról szól, hogy vezethettek külföldi autót, magyarországi rendszámú autót itt Németországban, viszont megint csak, hogyha eléritek a 12 hónap itt tartózkodást, akkor kötelesek vagytok a gépjárművet átiratni németországi rendszámra. Megint csak, hogyha a rendőr megállít, lehet vele vitatkozni, de tudnotok kell igazolni, hogy mikor és hogyan hagyta el a gépjármű Németországot, mentetek azzal vissza Magyarországra, jöttetek megint ki, hogyha ezt nem is tudom milyen irattal, tehát esetleg az ajtópálya matricával, de nem hiszem, hogy azt is elfogadják, mert azt megvásároltad, aztán nem autózod le. Lehet igazolni, illetve itt is meg fogják nézni azt, hogy mióta vagy bejelentkezve Németországba, és hogy néz ki a munkaszerződésed. Ugye, ahogy az előbb megbeszéltük, a 12 hónapnál hosszabb, kötött idejű vagy kötetlen idejű munkaszerződésed van, akkor veszed fejszennyele. Nézzük meg még a költségeket. Ugye, mint ahogy azt mondtam, a jogosítvány átiratás az nagyjából 35 euróba kerül. A gépjármű átiratás az már egy komolyabb dolog, ugye több részből áll össze a gépjármű átiratásának költségei, összesen körülbelül 85 euróról beszélünk. Németországban nincsen regisztrációs adó, tehát azt már megúsztátok, viszont van egy autó bejelentési költség 28 euró, a papírokat 11 euróért állítják ki, a környezetvédelmi kis zöld plakettet 5 euróért, a prüf plakettet a rendszámra 1 euróért, és a rendszámot pedig 40 euróért kapjátok meg, ez így összesen 85 euró, illetve mikor Németországba kerül a gépjármű és német rendszámot kap, akkor meg kell, hogy csináljátok a TÜV-öt, hát a HU-t, a Hauptuntersuchungot, ami gyakorlatilag a műszaki vizsgával egyenértékű, és az nagyjából 120 euróba fog még nektek kerülni. Jó, tehát ez volt ez a videó mára. Osszátok meg ismerőseitekkel, iratkozzatok fel a csatornára, nyomjátok meg a like gombot, és kritizáljatok, hogyha úgy gondoljátok, hogy valamit csinálhatnánk másképp a jövőben. Találkozunk legközelebb is valamilyen érdekfeszítő videóban. Sziasztok!